A koronavírus járványhozta kényszer szünet után ismét a Szent István művelődési házba invitálja a klasszikus muzsika barátait az értékteremtő közösségekért díjas Vox Mirabilis Kamara kórus. A kórus farsangi opera parádéján a borban az igazság jegyében szólalnak meg a dalok. A hetedik opera parádénkat fogjuk megcsinálni ebben a jubilami öm hangversenybérletben nagyon készülünk rá, hiszen egy egészen érdekes új műfajt kezdtünk el, a bordalokat, és az operákból a bordalokat fogjuk elénekelni. Nagyon várjuk már ezt a koncertet, hiszen egy kicsit ilyen mulatos dolog is lesz, és természetesen most Pesgyőhelyet bort fognak kapni a közönség. Az est vendégeként ismét Székesfehérváron köszönhetjük a jelen egyik kivételes tehetségű operaénekesét, Zemlényi Esztert és Gábor Gézát, a kiváló Székesfehérváról lesz származott énekest is. Igyekszünk Székesfehérvárról elszármazott művészeket hívni, így természetesen az idén is Zemlényi lesz jelen, és Gábor Géza, akit nagyon ritkán láthat a Székesfehérvári közönség, pedig hát itt nőtt fel Géza, és amikor felkértem őt, akkor nagyon nagy örömmel jött ide. Kéri Tamás pedig a megszokott zongorista, a zongora művészünk, aki fogja kísérni ezt az estet, aki pedig már nagyon sokszor látható a Herman zeneiskolában, úgyhogy mindenki ide kötődik székesfehérvárhoz. A Szent István termet várhatóan zsúfolásig megtöltő közönségnek bizonyosan nem kell csalódnia, nagy nagyívű, érzelmekkel teli estén köszönthetik a farsangi nemes nedűt.